Tovább dolgozik az önkormányzat a szemétszállítás korszerűsítésén és rendezésén. Pályázati forrásból egy olyan rendszert alakítanának ki, amely mérni az egyes háztartások szeméttermelését, és ez alapján egyénileg állapítanák meg a díjat olyan kukás, új kukás autókat veszünk Európai Uniós forrásból, amelyek mérlegelni tudja a kukába lévő szemétnek a súlyát. Ezzel tulajdonképpen akinek kevesebb a szemete, kevesebbet fizet, akinek több a szemete, többet fizet, ezt tudjuk megoldani. Ez egy informatikai rendszer lesz, és erre pályázunk. Ez része a hulladék gyűjtés, kezelés, lerakás átalakításával kapcsolatos terveinek. Ezen kívül még több pályázatban léptünk, hiszen több pályázatban döntött a képviselőtestület, például ilyen a főtérnek a déli részének a felújítása, ez is indul nem sokára, tehát nagyon rövid időn belül, de indul a Zagyva kerékpárút projekt, ott már az ősszel, tehát szeptember folyamán megépülhetnek az első szakaszok. A 60. Lajos Múzeum gyűjteményének egy új telephelyet jelöltek ki, amely az épület hamarosan induló felújítása miatt szükséges.